Az új év búcsúztatása egy szerencsés új év köszöntése. Ez a célja évről évre a kéményseprők január elejé látogatásának. A megyeházi találkozón elhangzott, a szerencsét hozó kéményseprők hiedelmének kialakulásának alapja az, hogy azoknál a házaknál, ahova mentek, nem fordult elő a tüzelésből eredő tragédia, nem égett le a ház. A szakma idén jelentős változás előtt áll, az év első felében azonban nem lesznek változások. A következő hónapokban még kell fizetni a szolgáltatásokért. A kéményseprés a természetes személyek részére július 1-től ingyenessé válik. A kéményseprő tevékenységet két szervezet végezheti. Az egyik a kéményseprőipari szerv, amelyik meg van jelölve már ez a katasztrófavédelem bizonyos szervezete, a másik pedig a kéményseprőipari szolgáltató. És a kéményseprőipari szerv fogja végezni a természetes személyek felé a szolgáltatást, a kéményseprőipari szolgáltató pedig a jogi személyek felé. És jogi személy alatt értjük azokat a vállalkozásokat, illetve magán lakásokba bejelentett valamilyen adószámmal rendelkező vállalkozót, egyéni vállalkozót is, ahol egy ilyen bejelentés alapján a cégnek a székhelye, fióktelepe vagy leányvállalata működik. Közel 50 féle kémény van felsorolva a szférára vonatkozó törvény mellékletében. Ezzel kapcsolatosan fontos, hogy a kéményseprési díjak az elmúlt években nem változtak, a következő hónapokban is átlagosan 2000 forint marad a díj kéményenként. A találkozón Sesztán Koszkár a megyei közgyűlés elnöke a jövőbeni kihívásokról értekezett a szakma képviselőivel, valamint szólt a megyét érintő lehetőségekről is, a terület és településfejlesztési operatív programról. Úgy, hogy az sejthető volt, karácsony előtt megjelentek a támogatási felhívások. Karácsonyban, illetve a két ünnep között már nem sok dolgunk akadt ezzel, viszont a új év első napjaiban annál nagyobb intenzitással és elszántsággal vágunk neki ezeknek a feladatoknak, én is, illetve munkatársaim. 6 támogatási felhívás jelent meg karácsony előtt, ami már január első napjaiban is munkát ad nekünk, és hát reméljük, hogy folyamatosan jelennek meg a többi támogatási felhívások is az év első felében. A felhívásokról, keretösszegekről és határidőkről kedd esti híradónkban részletesebben szólunk.